Sziasztok! Ma egy nagyon fontos dologról fogunk beszélgetni festés közben, méghozzá az ingyen munkáról. Miközben elregélem erről a véleményemet, egy anyós nyelvet fogok festeni. Az anyós nyelv az egyik legszuperebb szobanövény, mert gyakorlatilag bármilyen körülmények között megél, úgyhogy az olyan béna kertészeknek, mint én vagyok, azoknak is tökéletes választás lehet. Lássuk akkor, mi a helyzet az ingyen munkával. Amikor az ember nekiáll kreatívkodni, még eszébe sem jut, hogy pénzt kérhetne a munkájáért. Aztán eljön az a bizonyos pont, az első megrendelés, amikor valami árat kéne mondani, amennyiért elvállalod a munkát, és nem tudod, hogy mit mondj. Ilyenkor lehet, hogy vonzónak tűnik azt mondani, hogy nem kérsz pénzt a munkádért, mert mondjuk idézőjelben nem vagy elég profi hozzá. A másik lehetőség, ami sajnos az előzőnél jóval gyakrabban fordul elő, hogy úgy keres meg valaki, hogy egyszerűen nem gondol bele abba, hogy fizetni is kellene, mert te úgymond úgy is szeretsz rajzolni. De az ingyen munkának sajnos nagyon is magas az ára, akármilyen amatőrnek is gondolja magát az ember. Az ingyen vagy alulárazott munka az egész iparágat értékteleníti el, hiszen ha te megcsinálsz valamit ingyen vagy olcsón, akkor ki fog felkérni engem, aki pénzt kérek a munkámért. Alapvetően minden, akár csak reménybeli illusztrátornak és grafikusnak hasznos, ha nem ingyen dolgozik. A piaci árak általában ilyen túl-ig rendszerben működnek, aminek nyugodtan meg lehet fogni az alacsonyabbik végét, hogyha valaki nem érzi magát elég profinak. Az viszont sem az ingyen dolgozónak, sem az iparág többi dolgozójának nem éri meg, ha elértéktelenítjük az iparágat azzal, hogy alul árazzuk a munkát. Az internet világában már nagyon sok helyen utána lehet nézni, hogy mik azok az etikusnak nevezhető árak, amin érdemes grafikai munkát vállalni. Még egy fontos dolgot kell itt említeni, mégpedig az ingyen munkának egy ilyen bújtatott formáját, amikor a munkáért cserébe a megbízó megosztja a munkádat a saját, esetleg akár nagyobb bázissal is rendelkező közösségi média oldalán. Itt persze lehet mérlegelni, sőt az árajánlatban erről lehet is tárgyalni, hogy ez mennyit ér meg a grafikusnak, mert ha hasonló a célközönség, akkor ennek lehet valós piaci haszna. Ugyanakkor az Instagram korában ez már ritkán ad valós értéket. Kis marketing ismerettel a grafikus már önmagának is tud olyan nézettséget produkálni, hogy nincs rászorulva arra, hogy mások megosszák, miközben a napi betevőre viszont igenis rá van szorulva. Az ingyen munka kezdetekben azért is tűnik vonzó ajánlatnak, mert ezzel az ember a portfólióját építi, miközben valós ügyfelekkel dolgozik. De igazából a portfólió építéshez, a szakmai tudás megszerzéséhez nem kellenek minden áron valós ügyfelek. Sőt, itt a nagy lehetőség kihasználni, hogy megmutassuk az esztétikai műveltségünket anélkül, hogy valaki folyamatosan beleszólna, milyen legyen a végeredmény. Mindezzel együtt számomra is van kivétel, amikor ingyen dolgozom, például, hogyha jótékony vagy számomra fontos célok mellett állok ki a munkámmal. Ilyenkor azonban nagyon odafigyelek, hogy ne valakinek a profitját növeljem, hanem olyan ügyek mellé álljak, amik valóban fontosak. Tavaly például a Fashion Revolution Magyarország kért fel, hogy népszerűsítsem a fenntartató divatot egy illusztrációval, amire boldogan igent mondtam, annak ellenére, hogy nem fizettek érte. Ezt a bejegyzést be is linkelem a leírásba, hogy lássátok, hogy mi készült. Ilyenkor egyébként arra érdemes figyelni, hogy minél nagyobb művészi szabadságot kapjatok a megrendelőtől, és minél több jogot tartsatok meg magatoknak, tehát kizárólagosságot például még véletlenül se ajánljatok fel egy megrendelőnek ingyen elvégzett munkáért. Ha van tapasztalatotok ingyen munkával, akkor kérlek osszátok meg őket kommentben, kíváncsi vagyok, hogyan kezeltétek ezt a nehézséget. Hamarosan újra itt leszek, úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!